A Csorbagyőző Könyvtár Baranya megyében 286 települést lát el könyvtári szolgáltatásokkal. Ezek közül minden évben számos kis települési könyvtár csatlakozik programokkal, közösségi eseményekkel az országos könyvtári napokhoz. Népszerűek az ingyenes könyvtári napok Pécsen, Baranyában és országszerte is. Az országos könyvtári napok rendezvény sorozatain itt Pécsen több százan vesznek részt azon a héten, amikor ezek a rendezvények vannak, de országosan azt lehet mondani, hogy több tízezren vesznek részt. Országosan jelenleg a mai napon körülbelül 4500 rendezvényt regisztráltak már be, itt Baranya megyében pedig 280 fölött van a rendezvényeknek a száma. A könyvtárak az olvasás iránti érdeklődés nem csökkent az embereknek. Minden korosztályra jellemző a saját irodalmuk, tanulmányaik iránti elkötelezettség, ezáltal pedig rendszeres olvasóvá válnak már kisgyermekkortól kezdve. Jól látható, hogy a fiatalok, a gyerekek ugye nyilván gyerekkönyveket kölcsönöznek, a középkorosztály szórakoztató irodalmat kölcsönöz, ez a legtöbben szórakoztató irodalmat kölcsönöznek, de természetesen a szép irodalom, a magas kultúrának is megvan a saját közönsége. Az egyetemisták elsősorban szakkönyveket kölcsönöznek, az érdekli őket nyilván a tanulmányokhoz kapcsolódóan, valamint vannak olyanok, akik felnőttek, akik tanulnak, tovább tanulnak, ők is szintén igénybe veszik a szakkönyveket. Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata október 4-től 10-ig tart. A könyvtárban jelenleg Janikovszky Éváról készült kiállítás is látható. Részletes programok a könyvtár honlapján, illetve a népszerű közösségi portálon olvashatók. A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap 800 000 forinttal támogatta.